Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon területén épülő tornacsarnoknál tartott Bokréta ünnepséget. A projekt teljes mértékben illeszkedik Miskolc belvárosának fejlesztési tervébe. Tehát az elmúlt években minden egyes fejlődésről közösen gondolkozunk a meghatározó szereplőkkel, akik a város fejlesztésében élen járnak, és ennek az összefogásnak, ennek az együttgondolkodásnak, ennek a közös stratégiának az egyik eredménye ez a belvárosnak a kiemelt sportfejlesztése, amely tulajdonképpen a Lévai Gimnáziumhoz kötődik, de a város nagy sportfejlesztéseinek egyike. Ez lesz a belváros legmodernebb és legkomplexebb sportlétés létesítménye, amelyik most a jelenben megvalósul, és az közösen jártunk el Magyarország kormányánál, és közösen gondoltuk végig a műszaki koncepciót, amely mentén megvalósul. Úgy gondolkoztunk, hogy nem csak a lévai diákjait szolgálja ki ez a sportlétesítmény, hanem a város sportszerető közösségét, sőt a közeljövőben megvalósuló, a szomszédban megvalósuló táncművészeti központ diákjaitnak is egy befogadó otthona lesz. Természetesen sportrendezvényeket is szeretnénk idehozni, mert egy kiváló terepe lesz ennek. Mint szerdán elhangzott, a Bokréta ünnepség jelentős pillanat egy beruházásnál. Azt jelenti ugyanis, hogy az épület elérte a legmagasabb pontját. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára ismertette, a Bokréta ünnepség több évszázados hagyományra tekint vissza. Nagyon ritkán Soltész Miklós csodálatos dolognak nevezte, amikor az építő munkások, kivitelezők, tervezők eljutnak az épület legmagasabb szintjéhez. Hozzátette, ilyenkor az építő és az építtető megáll és megpihen egy kicsit. Hálát ad, hogy azután újabb lendülettel folytassa a munkát. A fizikai munka tisztelete és becsülete számunkra is fontos. Ábrám Tibor hozzátette, Isten előtt nincs különbség a fizikai építkezés és a gimnáziumban zajló értelmi, lelki építkezés között. Mindkettőt csak pontosan és szépen érdemes végezni.